Hey sisters! You do you, sister! Mi csinál? Ne! Nem baj, megpróbáljuk. Ah! Ne! Sziasztok, Maris vagyok, ez pedig a Jobban sminkelek, mint... videósorozatomnak a következő része. Mondhatjátok, hogy elég furán nézek ki valamiért. Ez azért van, mert elfogyott a púderem, és ezért egy ilyen számomra nagyon sötét púdert használok, úgyhogy... deal with it. És a cuki kis macska hajpántom pedig Klaudiától van, vagyis Klaudiától kölcsönvettem. Kinyugodtam, hogy lop. Nyx-től nemrég kaptam egy ilyen pride-os, nagyon színes gay kollekciót. Azon belül is van egy ilyen paletta. Egyébként ez a videó egyáltalán nem szponzorált. Én ezeket ajándékba kaptam tőlük, és megmutattam nektek Instastory-ban, hogy ilyen szuper dolgokat kaptam. És nagyon-nagyon sokan írtátok erre, hogy úristen, James Charles-nak vannak ilyen smink videói, amiben ilyen pride-os sminkeket csinált, és azt csinált újra. Szóval ez lesz ma? Illetve tudom, hogy nagyon sokan szoktátok írni, hogy Clown-nak az egyik smink videóját is utánozom le, viszont Clown-nak nincsen egy ilyen rendes smink videója, de már beszéltünk erről, és majd a jövőben fog ilyet készíteni, és akkor azt megígérem, hogy reprodukálni fogom. Na de most jöjjön James Charles, én nem sokat tudok róla, én nem igazán szoktam őt nézni. Szóval James Charles-nak ezt a videóját fogom újraalkotni, ezt a Rainbow Cut Crease Pride Makeup tutoriált. Cereose? Mit jelent az? Jesus! Jól kezdődik, nagyon ijesztően néz ki, kedves James. A videó legelejét láttam csak, a többi részét egyáltalán nem, és a legelején elmondja azt, hogy már egyébként felvitt egy alapot, amit minden nap szokott, úgyhogy én is felvittem primert, alapozót, púdert, korrektort, pirosítót és bronzosítót, illetve a szemöldökömet is megcsináltam, mint ő. Hú, de koszos a palettája! Bezzeg én, minden tisztán tartok. Nem értek már most semmit. Hey sisters! Oké, ott kezdődik, hogy már 5 másodperc alatt elmondta 10-szer, hogy crease, ami benne van a címben is, és nem tudom, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy angle brush-sal kezdi, ami nem tudom, hogy mit jelent. Angle, az a nézet, nem? Így néz ki. Na és a citromsárga színnel kezd, és az ugye nekem van ebben a palettában. A szivárvány színű zászlónak minden színe megtalálható ittene. Én egy szivárvány zászló leszek most a videó végére, most jutott eszembe. De akkor engem el ne égessenek. Chris. That's on you to decide, sister. You do you. This is just my style of crease. Wow! Még csak 10 másodperce kezdődött el, de már olyan powerfulnak érzem magam, mert olyan motivációt letolt az elején. Egy erős nőnek érzem magam, köszi James. I am a sister. Oké, szóval az első lépés, hogy a citromsárgába belemártjuk az ecsetet. Csinálunk egy kriszt. Bármit is jelentsen. Szóval, hogy itt valahol a szemöldök csontom alatt húzok egy vonalat, és hogyha jól értelmeztem, akkor belül kell, hogy élénk legyen, és kívül meg halovány. Szóval azt mondja, hogy utána a narancssárga színbe mártja bele ugyanazt az ecsetet. Nem fognak így vegyülni egymással? Ez egy metafora. A metafora. Teljesen mindegy, milyen szín jöhet össze egy teljesen mindegy, milyen színűvel. Hashtag gay love. Hashtag elfogadás. Szóval a narancssárgába akkor ezt így csú. A sárga csíkunknak a közepét kifestjük vele,
Wow. Nagyon szép szín. Oké, és utána azt mondja James barátunk, hogy ugyanezt az ecsetet a piros színbe mártsuk bele. Na most piros nincsen ebben a palettában. Csak ilyen csillogós piros, én pedig mattot szeretnék, úgyhogy keressünk egy másik palettában pirosat. A NYX-nek van ez az Off Tropic palettája, amiben van egy ilyen, hát messziről egyébként ilyen narancssárgásnak tűnik, de kipróbáltuk Clow-val, és egész pirosas színe van, úgyhogy ezt fogom használni. És akkor úgy látom, hogy ezzel már kell csinálni egy ilyen kis hullámot is. Hoppá! Kicsit hullámos lett! Jó, egyre rosszabb a situation. Úgy néz kint egy krokodilfej. De jó! A végét pedig bright pinkkel, tehát élénk rózsaszínnel kell megcsinálni. Ez lesz tökéletes. És akkor ilyen kis farkocskát kell csinálni. Jaj! Hűha! Nagyon felkunkorítottam. Jó lesz az. As you can see, I do have a little bit of hooded eyes. When I look straight forward at the camera, there's not much actual lid space that you can see. So when I draw my crease in, I really like to go above my natural crease. So when I look forward, you can still see pretty much all the cut crease. Szóval most arról beszél, hogy az ő krísze, tehát akkor feltételezem, hogy ez a krísze, ez a vonalat jelenti, amit most csináltunk, hogy úgy kell megcsinálni, hogyha az ember kinyitja a szemét, akkor is látszódjon. Ez szerintem sikerült. You do you, sister! Micsoda? Micsoda? Ez csak egy ilyen alap volt. What? And then grabbing another M433 brush, I'm gonna dip into the bright orange shade of the 35B palette and blend that out. De most mit csináltam? Azt hittem, hogy ez már a smink, és megcsináljuk másik oldalra is, és kész. Ezt most nem értem. Ez olyan volt, mikor színezel, és csinálsz egy körvonalat először, hogy ne menj ki a vonalból, és utána színezel, vagy... Miért nem csináltuk, csak rögtön... Hát meg ugyanazzal az ecsettel csinál mindent? Ezért néz ki így a pattad! Oké, tehát itt a citromsárgával elkezdi konkrétan így satírozni azt a részt, amit már ugye citromsárgával megcsináltunk, és egészen felviszi a szemöldökéig, hát nekem már alapból ott van. Én erre nem számítottam, hogy ezt fogjuk csinálni, szóval akkor én már annyira fölfele nem tudom ezt satírozni, akkor inkább én ezt lefele satírozom, mit szóltok. Neki sokkal kisebb a szemöldöke, meg a szempillája között úgy unblock az egész rész. Ezért nem értem sosem ezeket a smink videókat, hogy oké, van egy alap, amiből ki tudsz indulni, de hogyha olyan analfabéta valaki sminkelésből, mint én, akkor vannak problémák amiatt, hogy nem ugyanúgy néz ki az emberek arca. Oké, hogy te meg tudod azon az arcodon csinálni, de ezen én hogy csináljam? Egyelőre a szituáció olyan, mint hogyha behúztak volna nekünk, de nem baj. Monokli look visszatér. I'm going to use this color and I'm going to deepen up the orange part of the crease. And then grabbing another M433 brush, I'm going to dip into the bright orange shade of the 35B palette and blend that out. Várjatok! Nem jó, hogyha csak simán is szétdörzsölöm, mert adni kell neki egy ilyen sötét alap csíkot, ezt a kríszt. Mindegy, menjünk a következő lépésre, ami az, hogy fog egy ilyen sötét barnás színt, legyen mondjuk ez, és ezzel a narancssárga, hát ez nagyon csúnya lesz, ez nagyon barna lesz. A narancssárga részen át kell ezzel menni, hogy ilyen erőteljesebb alapot adjunk neki. Konkrétan fos színű lett. Ki ez a tüzes menyecske? És akkor mehetünk is tovább. Megfogunk egy tiszta ecsetet, egy sötét színű bordót felviszünk a piros részre, és akkor átmenjünk a piroson, megerősítjük azt. And then finally with one last M433, I'm going to dip into the bright pink shade and just blend out the outside of that line and smoke it out. Most itt a végén már nem kell ezt a rózsaszínt felerősíteni, mint a többi szint, hanem ezt már csak így el kell dolgozni. Kajak úgy nézek ki, mint hogyha pasztelkrétával így bedörzsöltem volna a szememet. I'm going to go back with my Tarte Shape Tape Concealer and my Makeup Shack T86 brush and I'm just going to clean up that line. Mit csinál? Super carefully and slowly. What? Trace right underneath that original cut crease line, being really careful not to mess it you up. Because that line is already looking bomb. Ilyet még sosem csináltam, mi ez?
ilyen alapozóval húzott egy ilyen csíkot, és akkor ilyen tök éles lett az egész. Tudok én ilyet? Van egy ilyen Born to Glow-s alapozóm, amit nagyon szeretek a NYX-től, és nekem ez a... Leköpött. Nem tudom, ebből így rá kell nyomni, vagy... Nem értem. Jaj! Ne! Mi van? Mi történik? Ez egy létező technik. Túl sokat használtam. Valahogy nem történik az, ami Jamesnek... Nem jó! Nem értem, hogy hogy tűnik el. Nagyon látszódik. Ez ilyen drag queen-es amúgy. Na jó, még kicsit így eldörzsölgetem, hát ha jó lesz ez. Szép! Very nice! Makeup Shack T6 brush in the white shade in the 35B and just pack it right on there. Ó, oh, no. Oké, szóval valami fehér szemhéjpúdert, I guess? Vagy nem tudom, micsodát használt, hogy még élénkebb legyen az egész. Hát ez nekem nem árt, mert nekem most ilyen barnás lett ott az alapozó miatt. A Revolution palettámból. Tudom, ez a fehér, mert látszik, hogy agyon használtam. És akkor az előbb azt a részt, amit így lealapozóztunk, azt így át pücsöljük. Amúgy nem is rossz. Tattoo and locket liner. This is my all-time favorite wing liner. Ne, tust használ. Ne, azt nem tudtam, hogy lesz. Ne. Ne. Now looking at this, this wing is definitely way bigger than normal, but keep in mind it is a very, very large cut crease. Azt nekem kell csinálni? Eddig jó. Kicsit hullámos, de jó. És így ez a része még oké is, de most végig kell húzni a szempilla fölött végig. Amit egyébként ő kivágott a videójából, hogy még véletlenül se lessek el valamilyen technikát. Jó, van itt vannak a kritikus pontok szemcsücskénél. Azt szeretem a legjobban, amikor reflexből itt pislogok egyet, és egy liter tus folyik bele a szemembe. Konkrétan tust sírok ki. Hagyjuk is, menjünk tovább. We definitely want to try to balance it out at least a little bit when it comes to the liner, because this would look very, very strange with a huge blown out crease and then a tiny little baby baby wing. So for my bottom lash line today, I'm first going to start off by lining my waterline using the MAC Fascinating Eye Kohl Pencil. I love the formula of this. Whoa! So creamy and smooth. Húha, fehér szemceruzát használ alulra. Na hát mindenhol kerestem, de sajnos fehér szemceruzánk nincsen. Úgyhogy citromsárgát fogok használni. Ezt is most kaptak a NYX-től. Wow. És akkor ezzel fogom itt alul kifesteni ezt a részt. Lehet, hogy úgy fogok kinézni, mint hogyha valami májbetegségem lenne, de nem baj, megpróbáljuk. Kiszúrtam már most a szememet. Hát ez nekem meg se kottyan, hiszen tudjátok, tiniként hogy néztem ki. Mindig ugye ezt a belső részt festettem ki feketével, alul felül, úgyhogy itt már nincsen kis érzelő receptoraim. Jó erőteljes ennek a színe, ez tök jó, meg ilyen puha nagyon. De azért, hogy kicsit hasonlítson, felviszek ide a sarokba, ahogy James tette, egy kis fehér szemhéjpúdert. Egyébként kajak ez a sárga jó alul, nem tudom, látjátok-e. Aha, kezdődik a kék, és a... Ja, hogy ott. Hogyha a másik szemre is ugyanez lesz, de ő valamiért csak egy szemen mutatja meg, és a végén csak annyit mondta, hogy és a másik szemre is csináljátok meg ugyanezt, akkor felkötöm magam, hogy nem egyszerre csináltuk. Ez mi? Én nem szoktam ilyen smink videókat nézni. Ezt így... Hogy idegés leszek, ha ez tényleg így lesz. Visszavesszük ezt a Pride-os palettát, és akkor ebből a kéket fogjuk használni. Sutyi, sutyi, sutyi. Ó, de szép. Sutyi, sutyi, sutyi. Hát ez nagyon más kék, mint amit a James használ. Várjál. Kicsit sötétebbel összekeverem. Micsoda!
Oké, szóval egy egészen kicsi kis világos zöldet, ami itt van, fogok felvinni a fehér alá. Úristen, nagyon kiemeli ez a ráncaimat, a szemem alatti ráncokat. Oh no! For the last color, I'm gonna grab my M562, a tiny taper blending brush, and dip right into this bright ass purple to finish off the lower lash line. I'm just taking this purple shade and I'm putting it right in the corner. Ooh, de jó néz ki, lila! Pulling into the blue a little bit and then just pulling it up and out and blending it into the bottom of that wing. Oké, szóval lilával kell a kék után csinálni egészen a tus végéig. Hú, ebben van egy csomó lilás szín, legyen ez az erőteljes lila. És akkor a kéktől elhúzzuk tus végéig, és akkor össze is mossuk a kékkel, ugye azt mondta a James-ecske. Mindjárt vége a videónak, és Kajakra nem csinált meg a másik szemét. Szóval valószínűleg csak ugyanezt kellett volna csinálnia. Oké, szóval ő műszempillát rak fel, nekem nincs, és nem is szeretnék, mert nem akarom magam megvakítani, úgyhogy én csak szimplán szempillaspirállal kifestem a szempillámat. Megcsinált az egyik szemét, majd utána a videó legvégén azt mondja, hogy oké, most megyek, megcsinálom ugyanilyenre a másik szememet, kamerán kívül. Az összes videójában. Én nem nézem őt. Azt hittem, hogy más lesz a másik szeme. De hát most meg forra nem lesz ugyanolyan a másik szemem. Hát akkor most megcsinálom a másik szememet, én itt előttetek fogom, de valószínűleg gyorsításban látjátok. Igen, ilyenkor nagyon rossz, hogyha az ember nem egyszerre csinálja a két szemét, szóval olyan szinten ezt a bal szememet sokkal lejjebb csináltam, mint a jobbot, és most így nagyon nem hasonlít a kettő. Mennyivel vastagabb lett? Nagyobb a baloldali rész, mint a jobb. Lehetne egy bohóc smink is szerintem. És akkor most jön az a rész, hogy ugye bealapozózom. Amúgy nem annyira vészes, viszont most látom, hogy kihagytam azt a lépést, hogy itt nem erősítettem meg a színes résznek az alját, és ezért eléggé máshogy néz ki, mint a jobb szemem. Jöjjön a tus! Igen! Igen! Ugyanúgy fog sikerülni a tus, mint a jobb szememem? Biztos! Mi az a kis göröngy? Ne! Szörnyű! Na! Na! Kész van a szemem. Sajnos nagyon nem hasonlít, legalábbis így közelről. A két szemem szerintem a jobb oldali sokkal jobb lett, de hát ez várható volt szerintem. Mindig, amit először csinálsz meg, az első tusvonal a legjobb. Highlighter következik. Ez ilyen volt, nem? High Glass az a neve. De Jeffreynek olyan éles az a csont, hallod, lehetne vele paradicsomot vágni. Nekem meg a enyhén pufók arcomon semmi nem látszódik. Tessék. Oké, szóval arról beszélt, hogy nem akart egy ilyen élénk dolgot rárakni a szájára, mert hogy ugye alapból a szemfesték is nagyon élénk. Valamilyen enyhén barnás szájfényt kéne keresnünk. Szerintem ez áll a legközelebb hozzá. Ez a NYX-nek egy Butter Gloss-a. Tiramisu árnyalat.
Na, hát James Charles a végére felvett egy fekete baseball sapkát, úgyhogy most én is ezt fogom tenni. Klamó azt mondta, hogy úgy nézek ki, mint egy indián. Na, azért kibontott haja, kicsit jobb a helyzet, bár egyre jobban úgy nézek ki, mint egy drag queen. Na, és akkor felveszem a sapkát, mint James Charles. Szexuális vagyok? Tökéletes, gyönyörű! Kapjátok már össze magatokat. Ez azoknak szól, akiknél eddig ezekben a videókban jobban sminkeltem. Keep up. Összességében ez egy nagyon-nagyon szép smink szerintem, amit csinált, mármint amit a James Charles csinált, és akkor mondom, hogy mi nem tetszik, legalábbis ahogy én megcsináltam. Kicsit lejjebb kellett volna ezt az egészet rakni. A tus szerintem nem lett annyira rossz, viszont ami nem tetszik, az, hogy egyik oldalon se sikerült szép vékonyra megcsinálni ezt az utolsó lilás részt. Ehhez rossz ecsetet választottam, vagy nem tudom mi volt a baj, és az tényleg nagyon-nagyon csúnya volt. Illetve az zöld rész nekem nem tetszik. Amúgy ezzel a szájfénnyel szerintem tökéletes, és itt ez a lila-kék találkozás, illetve az, hogy sárgával csináltam meg a fehér helyet belül, szerintem baromi jól néz ki együtt ez a három szín, kék, lila, sárga, nem is gondolná az ember, de szerintem tök frankó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett nektek, és szeretnétek még, hogy folytatódjon ez a sorozat, és szeretnétek, hogy Klau csináljon egy smink videót, amit reprodukálok majd, akkor dobjatok egy lájkot, és hamarosan jövök a következő videóval. Sziasztok!